Lili, kincsem, kelj fel, reggel van. Ó, fel kell kelnem? Igen, kincsem, gyere. Fáradt vagyok, mégis olyan szépet álmodtam, lovagolni voltam. De hát ma van is lovaglórám, akkor felkelek. Lili, visszamegyek az ikrekhez, tudsz egyedül készülődni? Igen, persze. Nem egyszerű lemászni az ágyról, ez a szőnyeg olyan puha. Csiklandozna a talpamat. Á, olyan álvos vagyok még. De készülődnöm kell. Először is megnézem magamat a tükörben. Úristen, hogy nézek ki? Nagyon össze van borzolva a hajam. Egyedül ezt nem fogom tudni kifésülni. Kell anya segítsége. Anya, megfésülöd a hajamat? Egy pillanat és megyek. Addig tusolj le. Letusoljak? Először elmegyek pisilni. Na de én nem ilyen biliket használok. Nekem van saját vécém. Ez jobb nekem, ezt csak én használom. A bilik a testvéreimé, ők pedig még kisbabák. Lehajtom a tetejét, és lehúzom a vécét. Megyek is tusolni, hát ha utána egy kicsit fittebb leszek. De hát ki tusolt itt? Ez a magasság nem nekem van beállítva. Én ennél magasabb vagyok. Így már jobb. Megnyitom a csapot, remélem jó meleg lesz. Nagyon jól esik. Kész is vagyok, ez tényleg jó volt, megtörülközök. Úristen, most még szörnyebben néz ki a hajam, mint tusolás előtt. Ki kell fésülni. Anya, jössz akkor? Anya, most már semmit sem látok. Ó, kincsem. Gyere, megigazítom a hajadat. Köszönöm. Vedd fel a köntösödet, nehogy megfázz. Ja, igen, elfelejtettem. Először az egyik kezed, utána a másik. Itt nagyon jó meleg lesz. Utána persze megcsinálom a hajadat is, de tudod, hogy nem hagyhatjuk sokáig egyedül a testvéreidet. Megkötöm még a köntösödet, és utána már hozom is a hajszárítót, mert meg is kell szárítanunk a hajadat. Meleg? Most pedig szépen megfésülöm a hajadat. Jé, nagyon húzod. Bocsánat, vigyázok. Először csak a hajvégeket, utána pedig feljebb is. Kész vagyok már? Nem, még befonom a hajadat. Rendben. Nagyon szép leszel majd a lovagló órán. Anya, készítesz nekem francia fonást? Tudod, úgy oldalról. Rendben, már is csinálom. Készen vagyunk a fésüléssel. Először az egyik, majd a másik oldalról kezdem a fonást. Jól fogsz kinézni. Egyedül nem tudok ilyet. Majd ha nagy leszel, neked is menni fog, megtanítom majd neked. Az jó lenne, mert ez nagyon szép. Egyszer már a lovonnak is csináltam frizurát. Megmutatom majd neked, de most még kicsi vagy hozzá. Esetleg az egyik babádon kipróbálhatod. Vagy megcsinálom majd a te hajadat, anya. Rendben. Megpróbálhatjuk azt is. Most csak így tartanom kell a fejemet, igaz? Igen. Remélem nem húzom a hajadat. Nem. Kész is vagyunk. Nézd meg magad a tükörben. És vedd fel a lovagló ruhádat. Rendben, köszönöm. Nagyon tetszik nekem ez a ruha. Hihetetlenül jól áll nekem. Illik a lovamhoz is. Kész vagyok. Mehetünk a lovagló órára. Jó reggel, drágáim! Megint felidegesítettétek anyát? Lili, tudnál vigyázni rájuk egy kicsit? El kell intéznem valamit. Csak ha muszáj. Mindjárt lovagló óra lesz. Egy pillanat. Ő itt a testvérem. Timó és Tereza. Két betűjűek, az ikrek, egy fiú és egy lány. Elképzelni sem tudjátok, mennyi dolgom van nővérként két ilyen kis tesóval. Mindjárt eluralkodik a káosz. Figyeljétek csak, Timó, hova mész? Maradj itt! Jaj, Tereza, ne sírj már, itt van a cumis üveged. Timó, maradj itt! Hova akarsz menni? Mindjárt jön anya. Várd meg őt. Itt van a cumid. Jaj, Tereza, nehogy te is elindulj. Maradj ülve. Nem bírok velük. Anya, még nincs itt, így lehet elkések a lovagló óráról. Itt vagyok, kincsem. Sajnálom, egy kicsit tovább tartott. Indulnunk kell lovagolni. Rendben.
szerencsére épp időben érkeztünk. Na, sugar, hiányoztam neked? Ez a reggeli rutin nem egyszerű, ha az embernek testvérei is vannak. Elfelejtettem reggelizni is, de anya csomagolt nekem valamit. Sugar, neked nincsenek testvéreid, ugye, akik bonyolultá tennék az életedet. Igaz. Felteszem a sisakomat, indulhatunk is. Gyi. Ez volt tehát a reggeli rutinom, eléggé kaotikus. Nálatok hogy zajlanak a reggelek?